Régen levetítették a filmet, régen nagy vásznon megkaptuk a jelenetet, volt alkalmunk begyakorolni, megtanulni a szöveget, akkor levették a hangot és némába. Mi azt hozzájátszottuk, mozgással mindennel hozzá tudtuk tenni amit ott láttunk. Voltak olyan szinkron szerepeim, amikor egyszer lefáradtam. Például a legény lakásban a sörli mclean szinkronizáltam, és hát ott leföl, a legény lakáshoz futkostak például leföl a lépcsőn, nem tudom hány emeletet. És azt nem lehet másképp csinálni. Jó, hogy nem emeletem futkostunk, de nekem ott a mikrofonnál azokat a részeket végig kellett futkosni. De ebben nem ez volt a poén, hanem az, hogy az egy olyan film volt, ahol a jeleneteket nem nagyon lehetett szétvágni. Két-három oldalnyi szöveg volt. Színpadszerűen meg kellett tanulnunk. És az alatt kellett futkosnunk, mozognunk, vagy teszem azt nemrég ment a Don Quixote de la a műzike változata a tévében, ott a Sophia lorent szinkronizáltam, és ott ősztem őt, dobálják, hajtják ellenkezik, ordít, sikét, minden. Hát ezeket meg kell csinálni, de akkor még mi azt a játékra rácsináltuk, és nem lét, nem is volt fülhallgató. Akkor kezdték, akkor kevés volt, meg nem volt jó, meg zavart. Most hozzá szoktunk. Felírtam még pár szinkron szerepét a múltból, azokkal kapcsolatban lennék kíváncsi a véleményére, illetve az emlékeire. Ilyen volt például a Rendőrakadémia című film, amiben a Hux rendőrt szólaltatta meg, és nagyon halkan beszélt. Ez nehézséget okozott ennek a felvétel során? Nem, hát ez inspirált, mert ő annyira félt, ilyen... Ilyen volt, nem? Igen, ilyen volt. Azért volt ilyen, mert... mert szinte-szinte hangot alig mert kiadni. Egy gyönyörűség volt, és amikor úgy egyszer csak úgy megkeményedett. Micsoda dráma ez egy embernél. Gondoljon bele, hogy nyuszi végig, há -há, és egyszer csak tigrissé kell változnia. És ezeket én élvezem nagyon. Többször szinkronizálta a Claudia Cardinalt. Őt, őt milyen színészenét tartja, mennyire szereti a filmjeit? Szinkronizáltam fiatal korában, hát akkor olyan cöcő, és idősebb korában már többször szinkronizáltam. Most legutóbb van ez a hű Rómába, együtt vagy megyünk, vagy utazunk Rómába, vagy esküvő Rómába, vagy mi. Nemrég volt a filmnek a, a bemutató, sajnos ezt nem tudtam elmenni, meg voltam hívva bemutatójára. Hát itt a Klaudia, Hát együtt öregszünk, amit mondjak, tehát ő is már egy idős hölgy. Uh -huh. És hát elérkezett arra a pontra, hogy nem sok szöveget kell írni, de hanem el tudja a mimikájával, a ráncaival, a tekintetével játszani azt, amit valahogy fél oldalon kéne megírni. És csak úgy néz és olyan, és annyi, és az ott van. És akkor ő, azt mondom, akkor ő egy jó színész. Nem mindig volt olyan-olyan nagyon. Tudja, abban az időben rettenetes csata volt, voltak ezek az egy időbe futó sztárok. A Claudia Cardinale a Brigitte Bardot, a Mónika Vitti, aztán a, hát még korábban kicsit, de még belefutott kicsit, a Gina Lolo Brigida, bár picit az egy picit fiatalabb generációt, de itt-itt-itt éles Jane Fonda, nagyon komoly harc folyt, a, hogy mondjam, majdnem azt mondom az elsőbségét, Szófia Lorenz. Egy időbe mentek. De annyira nem is értettem sose, mert mindegyik megkapta a maga jó szerepét. Annyira más karakterek voltak, hogy, hogy mi Budapesten, persze, bölcsen, hát ezt csak idézőjelben mondom, hát, hogy igazi rátekintésünk se volt, plusz hát mi ezt az üzleti dolgot amit a filmgyártásban, amikor rátesznek üzletileg egy szereplőre, egy főszereplőre, egy összeget, mert ugye az mondja, hogy majd elviszi a művet, meg hát jónak is kell lenni. Ümm, úgyhogy én nagyon jónak úgy általában nagyon élveztem őket, ezeket mindig lestem minden, hogy mi, mi újat fognak neki kitalálni, frizurát, meg, meg karaktert, meg ruhát, meg a, 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 a merősztárok, a de ők igazi stárok voltak, nem szelenek. Ők nagyon-nagyon-nagyon sztárok voltak. És nem sok-sok között, hanem volt öt darab évekig mondjuk a világban. Hát azért. Na jó, Amerikában még az Audrey Hepburn hozzájött, ugye megint mennyire más karakter, nem Barbara Streisand később jött, de amikor így egy-egy-egy ilyen nagy sztár, a Marilyn Monroe aztán meghalt, de egy-egy ilyen nagy sztár, amikor jött, hát azért az egy komoly dolog volt, az nem felhő volt, és nem két perc de azoknak bizonyítani kellett, hogy tudnak valamit. Kezdetben, amikor még bejöttek Magyarországra az első dél-amerikai telenovellák, homoktitkai, rabszolgasors, szinkronizált ezekben, hogyan viszonyul ehhez a műfajhoz? Én furán viszonyulok, mondom, hogy sokszor nem tudom nézni, mert nem jó időpontban megy, mert mi el vagyunk foglalva. És úgy kezdtek ilyen sorozat valamik, és mondták, hogy szeretnének erre a figurára, mert mit tudom én miért, hát én kicsit meglepődtem, akkor még azt hiszem ő volt az első ilyen, én úgy hívtam Briket, <laughs> az első ilyen néger lány talán, vagy második, akit úgy szinkronizáltam volna, és hát tudom, a rendező, hogy ők így érzik, de inkább arról beszéljenek, hogy ő milyen, és kezdték mondani, hogy egy gané. Hú, mondom, akkor jövök. És azt lestem állandóan munkaközben, hogy mit lehet kis hanggal, ö, hangsúlyjal, ö, játékban odarakni, sejtetni. Mert ugye mi már előre tudtunk a történetből, hogy hol lehet sejtetni, hogy, hogy ö, milyen egy szemétláda és élveztem, rettenetesen élveztem, és a furasága, hogy pár év múlva megvették a dél-amerikai Rómeus Júliát, modernben megcsinálták, és a dadát ez a színésznő játszotta. És akkor én ezt a színésznőt újra szinkronizáltam, ahol ő nem a rabszolgasos beli rózát, ezt a szemétláda mm, borzasztó, megkeseredett és nagyon szemét euh, rabszolganőt játszotta, hanem hát a Rómeo Júlia dadáját játszottam a modembe. Nagyon jó, egy nagyon jó színésznő volt, kiderült. Úgyhogy én nagyon-nagyon élveztem, csak aztán egyre mással jöttek nekem ilyen néger szinkronhangok, hangok, és akkor kicsit furcsáltam, úgyhogy egyszer egy újságíró megkérdezte, hogy, hogy hát hogy vagyok ezzel, és mondtam, hogy higgyék el, én fehér embert is tudok. És akkor ezt olyan zokon vették, hogy hát hogy-hogy. Pedig tényleg úgy volt, hogy évekig egyáltalán nem szinkronizáltam fehér embert. Most nem azt mondom, hogy rosszul esett, de rosszul esett. Effektív rosszul e esett. Tulajdonképpen akkor beskatujázták. Elkezdtek. Elkezdtek beskatujázni, de aztán volt egy időtartam, nagyon el voltam foglalva, meg lett a babám, meg minden úgy kimaradtam, és akkor megint a normál mederbe elindult úgyhogy kéket, zöldet, sárgát, barnát, fehéret, feketét, ahhoz függően, vagy a ahhoz a, 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 mérten, hogy megfelelne a hangom. Mert nekem mindig ez volt az első a találkozás, megnéztük például a Melátot, a munkásosztályon paradicsomban mennyi, ez egy nagy mozi annak a volonte volt a férfi főszereplője, és akkor én a Latinovics Zoltánnal akkor találkoztam először, mint szinkronizálás. Meg, ott még akkor mondom, levetítették a filmet, megnéztük, és úgy nézett ki, megnéztük a mozit, hogy kezdjük a szinkront. És a mellátó volt az ő a szerelme, sokat voltak együtt a filmben. Én meg a mellátót szinkronizáltam. És megnéztük, és akkor az Oli azt kérte, hogy hadd vigye haza a forgatókönyvet, és ne kezdjük el még aznap, másnap reggel, engedjék meg. Mert neki ezen el kell gondolkodnia, mert ugye nem mindig sorrendben ment, és ez a film neki nagyon fontos volt. A mondani valója az egész mozi nagyon kemény, politikailag is kemény film volt. És ilyet én még soha nem láttam, másnap megérkezett, hát mentünk szinkronizálni, és ki volt teljesen lapokra minden preparálva, színekkel, hol tart, érzelmileg, hol kötődik, kékezöld, de sárgával, színekkel, színkódokkal dolgozott, hogy mikor, mire kell figyelni. Az egészet átdolgozta, kidolgozta. Fantasztikus volt. Fantasztikus. Hát régen volt még idő erre. Igen. Volt nemrég egy dél sorozat, a palotaik köve, amiben egy gyógyító ja, igen. Ön mit gondol a koreai színjátszásról, erről, erről a szerepről? Megnehezítette a, a nyelv a szinkronmunkálatokat? A nyelv nagyon megnehezítette a munkát, mert ez a yung kang nem lehet tudni, és ugye dallamos, nem lehet tudni, hogy érzelmileg, a, meg a, a mondani valóban összehozni a játékkal, a lendülettel. Hát ez a fordítónak is, meg a dramaturgnak rettenetes, nehéz feladat lehetett. Hogy valahogy úgy összehozni a játékot, a száj mozgást, az ő furcsa tartásukat az egésznek a, a tempója mindene más. És eleinte ő kezdtük csinálni, és kezdtem csinálni, és nehéz volt nehezen lendültünk bele az egésznek a, a ritmusvilágába, és ugye nem lehetett utánozni azt a fajta hangzást, hát hülyére röhögték volna a, a nézők a tévénél magukat, ha Így, hogy vagy, kedves barátom, mi megérkeztél, ezt főztük, mit csináltunk? hát nem lehet, nem volt könnyű. És zavart a fülesben, sokszor le is vettem, mert annyira zavart az eredeti hang, amit hallottam, hát ez olyan volt, mintha nem is tudom, így, így huzigálták volna mellette a hajamat a fülem mellett, vagy, vagy én nem tudom, valami eg egész szinte fájt. De közben meg oda kellett figyelni, mert voltak, voltak ha, ha hangok, amire figyelni kellett. Fú, az nehéz volt, nehéz. Egyébként is, hát náluk ugyanúgy van, mint nálunk van. Jó színésznek nem annyira jó, meg jó szeret meg nem annyira jó. Mostában ritkában hallhatjuk a hangját ennek. Mi azok, ha nem hívják, vagy nem vállal már annyi munkát? de vállalni vállalok, csak vannak időszakok, amikor annyira el voltam, most nem annyira, annyira el voltam foglalva. Hát ugye tanítok, játszom, meg ez, meg az, és van, hogy, hogy nem jön össze időpont. És ennek megvan a hátránya, mert aztán X rendezők, hogy mondjam, úgy, úgy elfelejtik az embert. És akkor mondták már nekem, hogy hát miért nem szólsz, hogy ráérsz, vagy ekkor, akkor vagy mi. Nem tudom, ki nem jön a számon, hogy te most én tudnék, nem tudom miért. Viszont mm, van egy olyan fura dolog, és ez már megtörtént, hogy hiszek abban, hogy ha egy, egy figura, egy valami olyan, az megtalál. Tehát eszébe jön, vagy a hangzás. Ez meg még egy probléma van, hogy hát ez már korosztálybeli probléma, hogy, hogy akikkel én elkezdtem dolgozni szinkronrendezőkkel, Hát azok azért már szintén idősek, vagy már nincsenek. Illetve jó néhányan még akkor kezdtek, tanulók voltak. Hát a, a Vajda Pista, vagy a Kosztola, vagy nem is tudom, az Ákányi Balázs, meg többen, hát akik már ilyen nagy szinkronrendezők lettek, ők még, vagy mit tudom, Laci, annyira, ö, még asszisztensek ott ültek, meg nézték, ott tanulták a szakmát, mi már akkor gyúrtuk. Nyomtuk meg, csináltuk. És ők ott-ott tanulták a szakmát, és akkor egyszer csak mondták ők az, és akkor lehet lettek szinkronrendezők, és, és Aprics Laci, jaj, nagyon édesek voltak, és akkor ők már egy más-más fajta filmeket, más hangvételbe, más, más stílust kívántak mindegyiknek meg volt, meg is van a maga, maga, ugye rá lehet ismerni, az ember nézi a filmeket, kicsit rá lehet ismerni a rendezőknek a, ki mire érzékeny, hát igényesek, mindegyik igényes. Rájuk lehet ismerni, és akkor sok, sok fiatalabb van, akiket, hát Andi, meg mi van egy-két nő már hogy ilyen szinkronrendező, vagy az lett, de sokat nem ismerek már, és ők se engem. Meg hát gondolom, nekem nem, hát idősebb női szerep sincs annyi. <laughs> Általában, mint fiatal, fiatal női szerep, persze. És utolsó kérdésként azt tenném fel, hogy az életművéből, a munkásságából melyik az a szinkron szerep, ami emlékezetes maradt? Hát, most nem játszák a falladának volt a Mi lesz veled emberke. Ezt még a Márkus Évával csináltam. Hát ott sokszor sírtam. Közben le kellett állni. Az, az egy nagyon-nagyon, nem is tudom. Engem is úgy érte, az egész, az egész mozi például olyan volt. De volt több olyan, ami, ami nagyon megviselt. Megszerettem. Most nem tudok úgy kiemelni, mert tényleg voltak, vagy volt, amit boldog voltam, megcsinálhattam, pedig nagyon-nagyon nehéz munka volt. Szóval voltak nagyon nehéz munkák. Hát például a Rendőrnő című filmet, pont a Melátóval azt is annyira imádtam, és ö, megcsinálták újra a szinkrom munkát, és újra az öld Zsófiáik, újra fölhívtak, hogy nem is én velem szinkronizáltatták, nem akarták mással. Hát mert persze, hát csak is én, csak is én. De nem, nem, a viccet félretéve az nagyon megtisztelő volt, hogy eltett mennyi idő, és megint rám bízták ezt a szerepet. Köszönöm szépen, hogy válaszoltak kérdéseimre. Örömmel tettem.